60. születésnapját ünnepli ebben az esztendőben a Hardy cég. Mivel készültek a születésnap alkalmából az agritechnika kiállításra? Több dologgal is készültünk. Ezek egyike a két éve bemutatott Delta Force szórókeret család kisebb munkaszélességű, két tagban csukódó verziója. Így a szórókeret család 24, 27, 28 méteres változatokkal bővült. Másik újdonságunk az AutoSelect rendszer, amely lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy menet közben a traktor fülkéből változtasson fúvókasort a permetezési körülményekhez igazodva. Mi a haszna annak, hogy kettő fúvóka is tud működni egyszerre a permetezés során? A növényvédelmi gyakorlatban a permetezési munkát reggel megkezdve általában kisebb széllel találkozunk, de az idő elteltével általában a szél napközben megerősödik. Ilyenkor nagyobb cseppméretű fúvókára kell váltani az elsodródás megelőzése érdekében. Ennél a rendszernél a fúvókacserét egy gomnyomásra menet közben elvégezheti a gépkezelő. Nem kell megszakítani a munkavégzést. Természetesen a szél erejének változását követve folyamatosan változtathatjuk a használatban lévő fúvókákat a munkavégzés során. Amennyiben pedig nagyobb kiuttatási dózisra van szükség, akár mindkét fúvókát egyidejűleg is bevethetjük. A Hardy egy világújdonsággal jelent meg az idei agritechnikán. Yes, and this is our new self-propelled Rubicon. Igen, ez az új önjáró gépünk, a Rubicon, ami 9000 literes, rozsdamentes acéltartállyal, 185 cm szabad hasmagassággal és akár 35 km/h permetezési sebességgel rendelkezik. Természetesen nem javaslom, hogy az európai tulajdonosok is ezen a sebességen dolgozzanak, de a gép, amely az amerikai és ausztrál piacokra lett elsősorban kifejlesztve, a nagyobb területű európai gazdaságokban is hatékonyan tud dolgozni ezzel a tartály és szórókeret kapacitással. Egyébként a géphez ajánlott szórókeret tartomány 36 métertől 52 méterig terjed. A németországi világpremiért követően ezt a gépet Magyarországon az Agromas Expo-n is be fogjuk mutatni. Kell ekkora permetező gép? Szükség van az európai piacokon egy ilyen permetező gépre? Nem mondhatjuk azt, hogy minden gazdaságba kell egy ilyen gép. De ha Magyarországról beszélünk, akkor biztosan találunk akkora gazdaságokat, amelyeknek szüksége van a magas növényállományban való intenzív növényvédelemre. Annak ellenére, hogy ez a technológia új a Hardynál, hiszen eddig még nem rendelkeztünk frontfüggesztésű szórókerettel, gépeink nagyon sikeresen teljesítettek Ausztráliában és az Egyesült Államokban található nagy gazdaságokban. Ami Európát illeti, az igény nyilván nem olyan kimagasló ebben a kategóriában, mint az előbb említett piacokon, de biztosak vagyunk abban, hogy számos vásárlónkat érdekelni fogja egy ekkora teljesítményű eszköz, amely mostantól már megtalálható a kínálatunkban.